Elő úrnak, független képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Azért kívántam most szót kérni, mert itt elhangzott több szocialista képviselő hozzászólásából is több konkrét kritika, amelyek közül egyet a leghatározottabban el kell utasítanunk, egyébként pedig minden más kritikáról beszélnünk lehet. Lehet arról beszélnünk, hogy mi lesz azokkal, akik fával és szénnel fűtenek. Természetesen meg kell nézni azt, hogy hogy alakult a fa és a szénára, kell-e ezzel külön foglalkoznunk. Lehet foglalkoznunk és beszélnünk arról is, hogy mi lesz azokkal, akik mondjuk túl sok áramot vagy gáz használnak, medence, meg nem tudom, mik hangzottak el. Természetesen erről is lehet beszélnünk. Persze azt is meg kell nézni itt is, hogy vajon idáig is ők vajon nem fizettek-e sokkal többet épp emiatt az elmúlt 8-10 évben, amiből kapnak most vissza valamilyen csökkentést. De van egy pont, amiről nem beszélhetnek szerintem a szocialista képviselők, és nem azért, mert elmúlt 8 év meg egyéb hangulat, az, hogy kevés a 10%. Ezt nem mondják, kérem szépen. Azért nem mondják, mert az elmúlt 8 évben, most már összesen 10 év sajnos, mert ugye lefutása van ennek az elmúlt 8 évnek, az energia árak példátlan emelése a magyar kormányzati gazdasági álmokfutás legsötétebb fejezeteinek az egyike volt. Ezt ki kell mondani. Legalább 1000 milliárd forint extra profit ment az elmúlt 8, most már összesen 10 évben a fogyasztóknak a pénztárcájába, ami majdnem fele annyi, mint a devizahitelesek által elszenvedett kár. Ha csak a 10%-os csökkentést vesszük figyelembe. Nagyon szépen kérem, hogy minden más érvet mondjanak. Az, hogy a 10% kevés, ezt nem mondják. Annyi egyéb dolog van még. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr.